Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sor került Szadán a már hagyományá vált karácsonyi ajándékcsomagok átadására, melyet a 70 év feletti szadai lakosok vehettek át. Az ajándékoztásban a képviselőtestület tagjai mellett részt vett Vécsei László országgyűlési képviselő is. Minden évben a 70 év fölöttieknek adunk ilyen csomagot, és hát ez csak egy ilyen gesztus az önkormányzat fel, hogy hát a az elejénket megtiszteljük, és hát megköszönjük még az eddig végzett munkájukat. Reggel 9-től kezdtük az osztást, a csomag kiosztását, délután 3-ig tart, és eddig 400-ból 260-an vették át. Minden évben úgy igyekszünk összeállítani a csomagot, hogy azok, akik hát, netán rá is szorulnak, tudják használni. Általában nem italféleség, hanem tészta félenség, olyan, ami, ami, használható, kávé, tészta, ö, egyéb ilyen konyhai felhasználásra kerülő dolog van benne, ö, csokoládészerű, bombon, ilyesmi van benne gyakorlatilag vannak szponzoraink. A tészta szponzorunk az a Molnár Illés Tisztagyár, aki minden évben jelentős tiszta mennyiséggel segíti az önkormányzatot, ilyenkor a karácsonyi csomagoknál is. A többi az önkormányzati hát megrendelésre a bolt részéről kerül a csomagba. Néha szokott lenni, amikor a csokoládé készítők is adnak bele, de általában itt a tészta az, ami kimondottan, tehát szponzorális dolog. A karácsonyi csomagok összeállítását és szétosztását az önkormányzat dolgozóinak felelősségteljes munkája előzi meg. Először is a Anyakönyv vezetőnk ugye a listát összeállítja, a rendezvény szervezőnk ebbe besegít, és megállapításra kerül, hogy hány fő az, aki 70 év fölötti, aki jogosult erre, aztán olyan is van, hogy a 70 év fölöttieknél van egy mondat az értesítésben, hogy aki lemondja a jobban rászorulók javára, akkor az jelezzen, mert akkor azt ugye a családsegítő szolgálaton keresztül mi majd szét fogjuk osztani, és azoknak odaadjuk, aki jobban rászorul. Jelen pillanatban a szociális alapellátó helységében vagyunk, ide van szállítva az összes ilyen csomag, és itt osszunk. Fél kilenctől ma elkezdődött a csomagosztás, 15 óráig tart, és aki nem jött, azokat megnézik, ha mozgásképtelen, akkor hétfőn a családsegítőnek a munkatársai eljuttatják az illetőhöz, ami pedig, hát úgymond nem rászorul, és azt mondta, hogy odaadhatjuk másnak, ő nem kéri, akkor azokat is a családsegítőn keresztül a rászoruló családok között szét fogjuk osztani. Az önkormányzat azon túl, hogy a 70 év feletti szadaiaknak karácsonykor ajándékcsomaggal kedveskedik, a szociálisan rászorultakra és a nagycsaládosokra is gondolt. Őket a Szadai Szociális Alapszolgáltató Központ támogatta, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Johannita Segítő Szolgálat közreműködésével.